És ebben a pillanatban elrajkolt a mai 6. futam. Jól bele kellett húzni a vízbe, hogy meginduljon a sárkányhajó. Sokaknak azonban ez nem okozott gondot, többen ugyanis már gyakorlott evezősök. A vége fele már a kezem is lezsibbadt, de amúgy nagyon élvezetes volt, én nagyon élveztem. Tavaly is voltunk, akkor másodikak lettünk, és reméljük, hogy most is érünk el helyezést majd. A pénteki sárkányhajó versenyen diákok mérték össze tudásukat. Futamonként két hajó és legénysége versengett egymással 200 méteren. A bujai sok rekordidővel 1 percen belül teljesítették a távot. Én nagyon élveztem személy szerint. Hát, amikor eveztünk, akkor kicsit nehezebb volt, de megértem, hát milyen lett a legrövidebb idő, és hát eddig elsők vagyunk, szóval ennek örülök. A viadalon 22 csapat 220 versenyzője szállt vízre, hogy megmutassa, ő a legjobb. A kemény evezés azonban mit sem ér egy jó vezető nélkül, sok múlik a kormányoson és a doboson. Aki hangosabb, általában a gyerekek arra figyelnek. Itt azt figyeltem meg, és az évek alatt is, hogy általában az a csapat teljesíti jobban a távot, aki egyszerre evez. Mert van, akik nagyon gyorsan akarnak evezni, és össze-vissza kalimpálnak, ők általában nem haladnak. Akik pedig egyszerre eveznek, hosszukat húznak, azok azért elég gyorsan megteszik ezt a távot, és általában ők nyerik a futamokat is. A kanizsai sárkányhajó roadshow szombaton folytatódik a felnőttek csatájával. Érdemes lesz kilátogatni a hétvégén is a csónakázó tóhoz, hiszen óriási 20 személyes sárkányhajókkal küzdenek majd a versenyzők, emellett egész napos program várja az érdeklődőket.